Hogyha ti szeretnétek izgalmas könyveket és képregényeket olvasni, akkor mindenképp látogassatok el a Skifi Market weboldalára, hiszen a Geek City, illetve a Cinema Screen kuponkóddal 5% kedvezményt értek el, amely egyébként július 16-áig érvényes, és rengeteg izgalmas könyvet találtok, képregényt, különböző nagy franchise-okból, szóval mindenképp értek a lehetőséggel, nagyon-nagyon megéri. Az elmúlt években a John Wick filmek oly népszerűségnek örvendeztek, hogy számtalan klón, illetve utánzat készül Keanu Reeves legendás karaktere alapján, ilyen volt például a Senki, a Finn játszódó Sisu, és a nemrégiben debütált a Majom ember is, amely indiai köntösbe helyezi a bosszú főszereplőt, és az új változatot Dev Patel dirigálta, és ő formálja meg a címszereplőt is egyaránt, aki most debütált a rendezők világába, viszont korábban olyan alkotásokban is szerepelt a BAFTA-díjas Néz, mint a Ghetto és az Oroszlán. A történet nagyvonalakban annyi, hogy a csak kölyökként emlegetett fiatalember, aki sanyarú életét egy titkos harcos klubban tengeti, ahol estéről estére gorilla maszkot viselve véresen vereti magát a népszerű harcosokkal, sok esztendőn át folytja el dühét, ami megtalálta annak a módját, hogyan furakodjon be a város bűnös elitjének tagjai közé, és amikor feltör benne egy gyermekkori trauma, Rejtélyes módon megsebesült kezei szinte önálló életre keve megtorló hadajátba kezdenek azok ellen, akik mindent elvettek tőle. A filmet a hinduizmus egyik legjelentősebb alakja inspirálta, a majon fejű és a majon farkú Hanumán, aki a bátorság és az erő megtestesítője, az alkotás főszereplője, a Dev által megformált kölyök is őt kíván ábrázolni, és maga a karakter egy tipikus bosszútól fűtött figura, viszont egy gond van vele, hogy egyáltalán nem lehet azonosulni ezzel a szereplővel, és ez még elmondható a többi figuráról is, az összes karakterről, és így bizony tényleg nehéz bárkiért is izgulni, hogy egyáltalán talán nem tudunk vele szimpatizálni. A majom ember közel sem teljesített olyan jól, mint ahogy azt az az előzetese ígérte, sőt, ott már szinte majdnem az összes akciójelenetet előtték a filmből. Tehát bizony, hiába van szó egy akciófilmről, hiába ennek kategorizálták be, alig található meg benne az akció, és inkább a kölyök drámáját kívánja bemutatni ez a film, politikai elemekkel megtűzdelve, amely teljesen ki tud zökkenteni az egészből, és tényleg érthetetlenül néztem, hogy mégis mi történik, és miért kell nekem ezt nézni, és miért nem kaptam még több izgalmas akciójelenetet, még több bujót, még több véres pillanatot, és miért kell folyton ezt a politikai baromságot bámulnom? nem egy indiai politikai filmet nézek, meg nem egy mai politikai korrettségről szóló alkotást tekintek meg, hanem egy kibaszott akciófilmet szerettem volna látni, és hát az előzetes tényleg sokkal többet ígért, nagyon jól mutatott a trailer, és én nagyon vártam is egyébként, de hát vannak csalódások az életben. A John Wick utánzatok mindig ígéretesek, jól hozzák a már bevált sémát, és általában jó kikapcsolódást tudnak nyújtani, főleg a zsáner kedvelőinek, de összességében ennyit lehet elmondani a majomemberről. Death Battle első rendezésének annyira nem rossz, de a közepes szint alját azért súrolja, és épp hogy be tudom ide kategorizálni, nyilván lehet, hogy valakinek tetszik, ez csak az én véleményem, és az a legnagyobb bajom az egészszel, hogy nem tudta Dev hogy mit is akar nekünk elmesélni, a sok politika, a meg nem magyarázott történeti elemek, és a néholi összevisszaság teljesen felborítja az egész alkotást. Tehát összességében a majom ember a John Wick klónok egyik legrosszabb darabja lett, pedig a jól megszokott alap mind meg volt adva a kutya, a bosszú és a kőkemény pillanatok. Viszont ez a videó nyert volna, mindenképp írjátok le, hogy nektek hogy tetszett a majom ember, hogyha már volt sikeretek megnézni. Addig is minden jó dolgot, feliratkozás, like, komment, megosztás, nem akarom sorolni, tudjátok mit kell csinálni. Legközelebb találkozunk, szevasztok!